estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt a Vakkomondor idei utolsó adása. Ma esti műsorunk kicsit rövidebb lesz, mert sietnem kell a drogtesztre. Azért ilyen sok, mert ebbe gyűjtöttük a kollégák mintáit is, csak hogy senki ne... Mindenki legyen tiszta, Kocsis Máté majd szétválogatja. Vagy Dajcs Tamás, aki soha életében nem drogozott. Én soha, semmikor, semmilyen kábítószert nem próbáltam ki. A drogozás visszaszorítására egyébként nekünk is lenne egy-két javaslatunk. Mint tudjuk, a nemzeti dohányboltokat sem azért hozták létre, hogy Fidesz közeli vállalkozók kerüljenek a 400 milliárdos cigaretta piac közelébe, hanem azért, hogy csökkentsék a dohányzást. Na most erre a mintára ki kellene alakítani a nemzeti kábítószerboltok hálózatát is, ahol ellenőrzött körülmények között lehetne anyaghoz jutni. Ennek így sokkal nagyobb szívó hatása lenne. Mármint a piacra, ugye te a piacra? Mondjuk a Lehel-téri piacra, vagy a Vámház körútira, ezekre gondolok. És akkor a túlhaladott marxi szentenciát is korszerűsíthetnénk végre. Már nem a vallás lenne a nép ópiuma, hanem az ópium lenne a nép vallása. Nemzeti ópium. Amit persze nem csak magyar vállalkozók árusíthatnának a nemzeti kábítószerboltokban, hanem a keleti nyitás jegyében alapított vegyes vállalatok is, azeri, türkmén, pakisztáni és török partnerekkel. A kábítószer hatósági áréséről pedig konzultálni lehetne a mexikói drogbárókkal. A kérdés már csak az, hogy kire bízzuk a bolthálózat megszervezését. Konkrétan Lázár úrra gondolok, ugye, aki ők is arra gondolnak. Hát ez egy, ugye nekem azt mondják, én nem ismerem őt személyesen annyira jól, hogy meg tudjam állapítani, nagyon tehetséges politikus, jó szervező. Láthatjuk, milyen jól elintézte a trafikügyet is, nem? Hát igen, aki szépen el tudja intézni a trafikokat, az feltehetőleg a nemzeti kábítószerboltokat is szépen elintézné. Úgyhogy köszönjük a tippet Csányi úrnak. De úgy is visszaszoríthatnák a drogozást, ha kedvezményeket adnánk azoknak, akik részt vesznek a szűrésen. Az utóbbi hetekben több népszerűtlen intézkedést is bejelentettek. Drogteszt, újabb fizetős autópályák, nyugdíjasok visszahívása a munka világába. Valahogy meg kellene fordítani a közhangulatot. Mi lenne, ha egybegyúrnánk a három intézkedést? A drogtesztre utazóknak ingyenes marad az M0-ás, a közúti ellenőrzést pedig nyugdíjas fekvőrendőrök végeznék. Szerintem... Szerintem egyből visszaerősödne a Fidesz népszerűsége. Az imént említett Lázár János egyébként nekem is eszembe jutott, igaz, nem a nemzeti kábítószerboltokkal kapcsolatban. Én azt akartam felvetni, hogy mielőtt belevágnánk a 2014-es év részletes értékelésébe, nézzük meg az esti mesét, hogy a gyerekek időben ágyba kerüljenek. Lehet azt mondani, hogy szereti a luxust? Nem, ez még messze van attól. A magyar mai valósághoz képest én kétségtelenül meg tudtam teremteni jelentős mértékben a családomnak és a szüleimnek köszönhető, hogy függetlenül éljek, és olyan anyagi feltételeket, amely nem okoz napi problémát. Azt írták, hogy ez 60-70 millió forint közötti értékű lakás lehetett fél évvel ezelőtt, ez nem áll messze a valóságtól. Vagyon nyilatkozataimmal szereplő megtakarításaim mellett és hitelfelvétele mellett családi összefogásra is szükség volt a lakás megvásárlásához. Nálunk ez teljesen természetes dolog, hogy a szüleim segítettek nekem. Én egyedüli gyerek vagyok, és ezért aztán az elmúlt 20 évben a szüleimnek köszönhetően jelentős mértékben anyagilag függetlenül tudtam végezni a munkámat. Fetszenvadászat, vannak ilyen dolgok. Kétmilliós hotelszámla, a Rolex órája, most ez a lakás. Igen. Lehet azt mondani, hogy szereti a luxust? Nem, ez még messze van attól. Nem is szeretem. Kedves gyerekek, most már sipírc az ágyba. Aludjatok jól, és merjetek nagyot álmodni.
Visszatérve a drogügyre, én is úgy gondolom, hogy ez egy súlyos probléma. A kormány például egész évben kábított. Azt mondták, hogy 2014 a gyarapodás éve lesz. Jó, hát Mészáros Lőrincnek valóban az volt. De ezért nem kell irigykedni, a milliárdosok élete sem könnyű. Őt például annyira leterhelte a napi munka, hogy elfeledkezett 1 milliárd forintról. A saját 1 milliárdjáról. Nézd, a gyors meggazdagodás az egy relatív dolog, mert 1991 óta vagyok vállalkozó, és azt hiszem, jó módba éltem igazából a 90-es évektől. Mészáros Lőrinc ma telefonon hívott bennünket, és elmondta, novemberi vagyonnyilatkozatában hibázott, mert elfelejtette beleírni, 2014 májusában is felvett a cégéből osztalékot. 1 milliárd 27 millió forintot. Ilyen memóriazavar velem is rendszeresen előfordul egyébként. Nemrég például a nadrág zsebemben felejtettem 270 forintot, és csak akkor jutott eszembe, amikor hallottam, hogy a mosógép irtózatosan zörög. A fémpénz volt, a fémpénz. A milliárdos egyébként nem csak úgy magától lesz valaki. Szorgalom, rátermettség és sok álmatlan éjszaka kell hozzá. De tanulható is a dolog. Nemrégiben megkérdeztük az utca emberét, mit szól hozzá, hogy a kormány milliárdos képző tanfolyamot indít. Jelentkezne egy ilyen tanfolyamra? Hova? Ennyiért? Miért? Adnak munkát utána? Semmi nincs, nincs értelme. Hát hülyét kapok. Ilyet? Az eszem megáll, ne izéljem már. Ez, Szerintem kis számú milliárdos van Magyarországon a többi országokhoz képest. Ezt lehetne persze javítani, ezt a statisztikát, de erre nem kell tanfolyamot sem indítani. Beíratná a fiát egy ilyenre? Menjen már! Nincs is pénz. Mennyibe kerül, oda volt írva? Nincs is pénzem ilyenre, hát, és különben nem érdekli az ilyen dolog, ami ilyen szöszölős. Igazából nem olyan tudom elképzelni, hogy miről szólhat, de szerintem benéznék, hogy most nem veszíthetek, tehát kipróbálnám, hogy milyen az. Ön elmenne egy ilyenre? Nem hiszem. Nem. Gondolom, hogy ez nehéz bekerülni egy ilyen helyre, és szerintem ez is le van osztva. Szerinted belőled is lehet milliárdos? Szerintem lehet. Elvégezni egy ilyen tanfolyamot, és akkor az úgy adná magát? Hát ennyire nem lenne egyértelmű, de a lehetőség az végül is adott, mert bárkiből lehet bármi, szerintem. Így van, bárkiből bármi. Milyen kedves ott a bácsi, hogy azt mondta, hogy a milliárdos kap-e munkát. Tehát milliárdos, és utána is akar dolgozni. Fantasztikus. Van remény, van. És ugyan milyen aranyos volt az a néni, aki azt mondta, hogy nem iratja be a fiát milliárdos képzésre, mert a srác nem szereti az ilyen szöszölős dolgokat. Úgyhogy mi sem szöszönünk tovább, kezdődjön évértékelőnk a Vakkomondor BL, vagyis a balfék nyilatkozatok listája. Első versenyzőnk Selmeci Gabriella, a kifli csücskök paganínie, a lendvai utcai tüntetések vanéliás karika felelőse. Nincs logika abban a kérdésben, amit felvetett. Miért? Csak. Nem? Hát a válasz brilliáns. A válasz teljesen. A kérdéssel volt probléma. Ezen viszont könnyen segíthetünk. Nézzünk egy olyan kérdést, amihez jól passzol Selmeci Gabriella válasza. Mi volt a nagyobbik kormánypárt jelmondata a választásokon? Csak. Így van, így van, Gabi, ez a helyes válasz, csak a Fidesz. Úgy, ahogy a kérdésem múlik minden. És most jöjjön még egy kérdés. Milyen Norris az a híres amerikai akcióhős, aki ha... Mert közönség már tudja, remélem Gabi is meg lesz neki, és na szóval... Az az amerikai akcióhős, aki ha felnéz az égre, lyukat üt az ózonpajzson. Aki úgy borotválkozik, hogy arcon rúgja magát. És aki képes szokkor rádióval is befogni a wifi hálózatot. Csak. Bravo, ez a helyes állat. Csak. Csak Norris. Gabriella kihívója a csoportkörben El Simon László államtitkár volt, aki a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban jött rá egy nagyon fontos dologra. Úgy is mondhatnám, rátapintott a magyar energiarendszer gyenge pontjára.
Áramra éjszaka is szükség van, illetve akkor is szükség van, amikor nem fúj a szél, nem süt a nap, azaz egyértelmű, hogy a megújuló energiaforrások kizárólagos preferálása nem jelent biztonságos áramellátást. De azért így olvassa, mert ő se hiszi, amit lát, mert... De egyébként... Ne, én hallottam, hogy akkor kapta meg a papírt, és azért. De lehet, hogy azért van, mert El Simon Lászlónak, ennek a sokoldalú és energikus államtitkárnak, lehet, hogy teljesen igaza van. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy nem ült fel az ellenzéki provokációnak, hiszen az ellenzék éjszaka is termeli az áramot. Az LMP frakciójában mindig van szél. Aki mellesleg Bernadett is. El Simonnak már érik egy Nobel-díj. Vagy újabb 63 millió forint állami támogatás a földbirtokára, hogy továbbra is képes legyen a közjót szolgálni. Szerintem, hogyha egy politikusnak megfelelő gazdasági hátországa van, akkor a munkaidejét nem azzal fogja eltölteni, hogy azon gondolkozzon, hogy hogyan tudjon még több pénzt keresni, hanem a közjót szolgálja. Igen, ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy aki dolgozik, annak nincs ideje pénzt keresni. Ez annyira evidens, hogy még az egyszerű képviselő is hozzá tud szólni. Én egy egyszerű képviselő vagyok, ehhez hogy tudnék hozzászólni? Sehogy, kedves István, ön a kivétel, ön nem. De és egyébként is, demokráciában mindenki azt csinál, amit akar. El Simon a közjót szolgálja, Rubovszky György pedig definiálta nekünk a demokrácia fogalmát. A demokrácia arról szól, hogy a többség diktatúrája kisebbség fölött. Hát, ugye mennyivel egyszerűbb ez a definíció, mint amit eddig tudtunk, vagyis, hogy a demokrácia a társadalom jelentős számú választójoggal rendelkező tagjainak hatalmából eredő politikai rendszer egy közös területen, ahol hatalmi fékekkel és ellensúlyokkal biztosítják a társadalom jól szabályozott működését, mint például a közhatalom gyakorlóinak kizárólagos hatalomra törésének megakadályozását, a társadalom igazságosságot és a jóléti társadalom megvalósulását. Tamácsot szeretnék kérni. Nem baj, Ildikó, maga csak koncentráljon az André Goodfriend elleni perre, perkeljen oda egy kicsit ezeknek a pimasz jenkiknek. Ha meg ez sem elég, majd hadat üzenik. Apropó, Vida Ildikó, nem tudom, tudják-e mi a különbség a NAV elnök és a miniszterelnökség parlamenti államtitkára között? Nem? El Simon László segít. Ne arra ugyan, én egy kicsit szakállás vagyok, Vida Ildikó, meg nem az. Kitűnő megfigyelés. Egyébként, ha Vida Ildikónak lenne szakálla, akkor Besenyő Pista bácsival élve ő lenne a szakállamtitkár. Nem mellesleg, El Simon Lászlóban egy derék felügyelő is elveszett. Amikor mindenki arról hablatyolt, hogy hol van a papír feszni, nem az amerikai bizonyítékok az orbitális adócsalókról, hanem az a levél, amit Vida küldött a kormánynak a kitiltásáról. Nos, ezt a kínos helyzetet is El Simon oldotta meg. Nézd, olyan is lehet, hogy egy levél elveszik a postán. Tehát minden lehetséges. Erre nem is gondoltam. Vida levele elveszett a postán. De ilyenkor ki lehet a hibás? Tudják ki? Postás Józsi. Hozom a postát, a számlát, a gázdíjat, a 12.500 nyugdíjat, a 13. havi fizetséglevél az a betona, de semmi sietség. Ugye hallod? Most vallotta be, hogy ő viszi a levelet az APEC-tól. Postás József, 40 év körüli magyar állampolgár, különös ismertetőjele nincs. Most, hogy a vakkomondor kiszimatolta a felelőst, csak remélni tudom, hogy a hatóság a legnagyobb szigorral csap le erre az elvetemült bűnözőre. Hozom a postát, számlát, a gázdíjat, köszönjük szépen a TEK kommandósainak a gyors reagálást. Őszintén bízom benne, hogy jó címre mentek ki ezután. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk a Vakkomondor BL-t, előbb azonban társadalmi célú hirdetés következik. Napok óta nem evett. Kopog a szeme az éhségtől. Segítünk! A Sztárok Esznek az Éhezőkért Alapítvány szervezésében most közismert hazai személyiségek, sztárok, celebek, üzletemberek és politikusok fogyasztanak el az operában egy 8-fogásos pazar ételsort, hogy így hívják fel a figyelmet, egyre többen vannak, akiknek nem jut enni.
Kérjük, támogassa ön is a Sztárok esznek az éhezőkért alapítvány misszióját. Arról már beszéltünk, hogy a kormány újabb autópályadíjakat vezet be, amit csak üdvözölni tudok, mert ez fantasztikus. Én nem is értem, hogy az embereknek mi nem tetszik. Ami ingyen van, azt nem tudjuk értékelni. Egyébként is megmondta az államtitkár, hogy az M0-ással most sokkal jobban járunk, mert ugye eddig ingyen volt, most meg majd fizetni kell érte. Hát az nyilvánvalóan olcsóbb, ha fizetünk. De lehet, hogy arra gondolt, hogy ha fizetünk érte, akkor jobban megbecsüljük azt az M0-ást, mert ingyen nem. Egyébként meg ne legyünk már ilyen önzőek. Vezetőink nem járhatnak lyukas nadrágban, nem kúricálhatnak el anyátlanodva. Úgyhogy a vakkomondor nem csak üdvözli az útdíjakat, hanem újabb adónemeket ajánl a kormány figyelmébe. Például a mérvadó. A mérvadó egy általános adó. Csak úgy a mihez tartás véget. Tehát, hogy az emberek ne csak úgy, nesze semmi fog meg jól, meg durd bele, az gyere cipó, hambekabla, meg hogy mi merre mennyi ányi, hanem úgy tényleg, hogy azért legyen már valami, ami nem semmi. Szóval ezért kell a mérvadó. És aki saját magától befizeti, az kap egy igazolást, hogy ő önkéntes mérvadó. Irányadó. Az irányadót azoknak kell befizetni, akik nem a helyes irányba mennek. Ennek ellenőrzésére a kormány felállítja a helyzet értelmezési és útmutatási nemzet stratégiai hivatalt, a HUNT. Azoknak, akik nem tudják, hogy HUN vannak. Társasági adó. Tudom, társasági adót eddig is kellett fizetni a vállalkozói szférában, de ezentúl azok is fizetni fognak, akik nem egyedül töltik az időt, hanem társaságban. Például önök? Igen, most ne tegyenek úgy, mintha nem többen ülnének a képernyő előtt. A társasági adó alapja a társaság létszáma. Nagy társaság, több társasági adó. Persze az igazságos közteherviselés jegyében bevezetjük a magányossági adót is. Az évadója versenyt azonban nem ezek az új adók, hanem a reklámadó nyerte. És annak is az a fajtája, amit a tévénézők fizetnek. Persze csak akkor, ha reklámokat néznek. Nézzék csak! Jövőben nem csak a televízió társaságoknak kellene reklámadót fizetni, hanem a lakosságnak is. Az alapján... Idegesítse már, mert mindjárt olyan csúnyát mondok, hogy magam is megbánom. Miért kellene nekünk is fizetni? Uramisten! Jövőben nem csak a televízió csatornáknak, hanem a nézőknek is kellene fizetni reklámadót egy új kormányrendelet szerint. Miért? Na, ezt mondja meg, hogy nekem miért kéne reklámozni? Én nem reklámozok, a tévé reklámol. De a reklám nézésért, tehát ki mennyi reklámot néz? Nem akarom nézni. Én csak interneten fogyasztok igazából tartalmakat. Tehát ön akkor megúszna ezt az adónemet? Megúszna, engem ez nem zavarna, úgy gondolom. Mennyi reklámot szokott nézni? Keveset, mert általában elalszok rajta. Hát azért már, tegyünk már tisztességet egyszer már rendet az országban. Hát komolyan mondok, ez így nem fel. Ez nem létezik. Miért? Hát miért lenne? Eddig se volt. Hát ez most lett. Ugyan már. Nem szokott reklámokat nézni? Nem, mert utálom a reklámokat. Hát akkor ön nem is érinti. Nem, hát persze, hogy nem. Mennyit szokott nézni? Hát ha nézem, hanem nem, hát nem sokat. Na de most fizetni kellene érte. Akkor meg még kikapcsolom a televíziót is, ne idegesítsen már ilyen. Reklám az én nekem miért jó? Az kinek jó a reklám? Hát mert nézi. Kapcsoljam ki minden 10 percenként a televíziómat, azt utána vegyek új televíziót, ugye? Kikapcsolja, kész. Bekapcsolom újból. Hát ez így is meg lehet oldani. Hát ha nem akar fizetni... Nem. Akkor ki fogja kapcsolni? Nem bánom, én még ki is dobom a televíziót, hogy idegesítenek. A vakkomondor is a piacról él, úgyhogy rövid időre reklámmal szakítjuk meg adásunkat, de ne menjenek sehová, mert különben kénytelenek leszünk önökre küldeni a NAV-ot. Divatos hajvágás, 30 ezer forint. Stílusos Gucci táska, 400 ezer forint. Lexus terepjáró, 15 millió forint. Orbánékkal jóba lenni. Megfizethetetlen. Minden másra ott kapja pénz.
És most, ahogy ígértem, nézzük meg, kik jutottak be a Vakkomondor BL főtáblájára. Kétségtelen, hogy Kósa Lajos a fémkupakos nyilatkozatával koronázta meg idei teljesítményét, de voltak ennek előzményei is. Így kezeld a sajtót, ha nem jól kérdez. Nem tudna valami olyan kérdést feltenni, amire pozitívan lehet válaszolni? Elnézést, hogy beleszólok, de én például tudnék olyat kérdezni, amire Kósa úr pozitív választ adhat. Tessék mondani, ha egy politikus drogozik, akkor milyen lesz a drogtesztje? Így van, a helyes válasz a pozitív. Sajnos most több irányított kérdés hirtelen nem jut eszembe. Ebben az állami tévé a király, az év mikrofon állványdíj esélyese idén Fábián Barna elvtárs, aki lázas igyekezettel sietett Harrach Péter elvtárs segítségére, aki meg akarta magyarázni, hogy miért nincs gyermekéhezés. A gyermekek egy része nem azért megy be reggeli nélkül az iskolába, mert a szülők nem tudják neki előkészíteni vagy csomagolni, mert egyszerűen nem éhes. Ezen kicsit meglepődtem. Hát ez gondolom, hogy életforma kérdése, a szülői példa az hat a gyerekre. Ha a szülő nem szokott reggelizni, akkor valószínű a gyermek sem. Igen. Van ebben valami egyébként, de hát biztosan emlékeznek a zseniális Hofi Géza egyik poénjára. Asszonyom, a cipője nem ázik be. Meleg van, izzad a lába. Ezek szerint a gyerekek azért nem esznek, mert nem éhesek. Meg a szüleiktől se ezt látták. Nyilván azok sem éhesek. Napok óta nem éhesek. És nem is olyan felelős szülők, mint Szijjártó Péter vagy Lázár János szülei, akik mindig figyeltek, hogy néhány tízmillióval ki tudják segíteni a gyerekeket, ha éppen beüt egy hirtelen házvásárlás. Persze, ha önök nem így látják, tessék hozzászólni. Én egy egyszerű képviselő vagyok ehhez, hogy tudnék hozzászólni. Na, hogy? Hát úgy, mint mondjuk Tállai András. Frappánsan és ízesen a tájjelleget az akadémikusi intelligenciával keresztezve, az őszinteséget mindig szem előtt tartva. Nem beszél. Nem látta azt a videót? Hát Magyarországon a magyar nyelv törvényei szerint adóznak, nem? Tehát neki alapvetően a magyar nyelvet kell ismerni, szerintem. Azt hiszem, Tállai úr nem véletlenül államtitkár. A legfogósabb kérdések sem fognak ki rajta. És a legnagyobb ételadagok sem. Íme Tállai úr Tálai. Valószínűleg onnan vette a frappáns választ, hogy csapatában, a Mezőkövestben magyarul kell focizni. És még mindig van egy esélyes versenyzők, vagy kettő. Ez attól függ, hogy a 2007-es Orbán Viktort és a mostanit egynek vagy kettőnek számoljuk. Ami nem is olyan egyszerű kérdés, mert mit mondott 2007-ben? Hát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónoknak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. Nem kéne megengedni az utánunk következő fiataloknak, hogy miután mi a szovjet rendszer legvidámabb barakja sorsától megszabadultunk, most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarországot. És mit mond most? Az oroszok úgy látják, hogy ez a lehetőség elment, akkor nekünk nem érdemes pitizni azért, hogy de nem-e lehetne, mégis tessék már mondani. Most nekünk azt kell tennünk, amit az oroszok mondtak. Gondolom, nem véletlenül változott az irány, nyilván rátelefonáltak. Orbán Viktor vagyok, ez itt Csókolom. Ide figyelj, rátok küldöm az APEC-ot. Van APEC ismerősöm, de neked annyi lesz, meg. Nem egészen erre gondoltam, hanem Putyin úrra. És most következzen az eredményhirdetés. A zsűri hosszú vívódás után meghozta a döntést. A Vakkomondor balfék nyilatkozatok idei fődíjasa Tállai András, aki szerint adózni magyarul kell. Tudom, kedves nézők, szinte már hallom az értetlenkedő kérdéseket, hogy nem Kósa Lajos nyert a fémkupakos nyilatkozattal. Nos, persze igazuk van, de úgy gondoltuk, a legjobbat a végére tartogatjuk. Következzen Kósa Lajos és a fémkupak úgy, ahogyan még sosem látták. Azt is mondhatnám, pörgessük fel a bulit! Meglepte Kósa Lajost, amikor azt kérdeztük, hogy az adóváltozások hogyan érintik majd az emberek mindennapjait.
Hát ez jó kérdés, erre nem készültünk. Alapvetően nem változik drámaian az adóterhelés. Néhány esetben van. De azok olyanok, amelyek nem inkább az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében. Fénykupak esetében, amelyekként jelentkeznek, és a környezetvédelmi szempont, hogy az ügyében fellépve próbáljuk meg ezt a szemetet csökkenteni. Kósa Lajos nevében is köszönöm. És azt is, hogy önök ezúttal is velünk tartottak. Találkozzunk 2015-ben itt az ATV-n, vagy valamelyik drogszűrő állomáson. Van néhány esetben, de azok olyanok, amelyek nem inkább az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében, de inkább az áruk, a szolgáltatások adóztatását jövedék esetében, de fénykupak esetében.